Jó napot! Üdvözlöm a következő videónknál! Ma nézzük meg alaposabban a vívózsákokat. Elsősorban szülőknek és kezdő vívóknak szól ez a videó, hogy könnyebben eligazodjanak a vívózsákok pengevédők és táskák hatalmas kínálatában. Szóval, hogyan válaszunk? Attól függ, mi mindenre fogjuk használni. Én először átgondolnám, mekkora felszerelésem van. Mennyi párbajtőröm, tőröm vagy kardom van? Van-e fejvédem? Figyelembe kell venni, hogy egész szezon alatt a szekrényben vannak-e, és csak néha kell hazavinnem kimosni, vagy rendszeresen minden hétvégén versenyre járok-e. Ezeket jó átgondolni, mielőtt kiválasztanánk a megfelelő táskát. A két alaptípus. Gurulós és hordozható táskák. A hordozható táskák közé a válpántos, a kézben vihető és a háti zsákok tartoznak. Ide soroljuk még a torna zsákokat is. Nézzük meg ezt a táskát. A hordozható táskák között nagyon népszerű. Kétrekeses. Az egyikbe tehetjük a fegyvert, a fejvédet és a cipőt. A másikba mehetnek a ruháink. Nem lesz minden egy rakáson, és nem gubancolódik a ruha a fegyverre. A két oldalsó zsebbe elfér a testvezeték, a tíz órai, vagy amire éppen szükség van. Hogyan szállítható? Kézben, vagy hátizsákként? Ez a táska ideális a kezdőknek. Akiknek egész évben a szekrényben pihen a felszerelésük, és csak néha napján kell a fegyvert hordozniuk, könnyű felszereléssel járnak az edzésekre, nekik remek választás ez a típusú táska. Amit tartok a foló márka táskája. A kipárnázott rekeszbe elfér a fegyver. Ez a táska válpántos és ideális választás az edzésekre. Ezek lennének a hordozható táskák. Természetesen több is van belőlük, a jövőben alaposabban áttekintjük a kínálatot. Azonban ma főleg arról beszélünk, milyen táskát válasszunk. A következő táska gurulós. Ez a fajta a kezdőknek alkalmas, legfőképpen a gyerekeknek és azoknak, akik hosszabban utaznak az edzésre. Így a teljes felszerelést nem kell kézben vagy a háton cipelni. A kezdő felszerelés ebben bőségesen elfér. Fontos megemlíteni, hogy minden táskát úgy terveztek, hogy elférjen benne a felszerelés. Tehát nem kell tartania attól, hogy kevés a hely. Némelyik táskába több fér, mivel a versenyekre nagyobb felszereléssel megy, mint edzésre. Némelyik táskához hozzávásárolható kiegészítő is. Ezzel összpontosításokra utazhat, vagy elrepülhet vele a világ minden pontjára. Ha hosszabb ideig tartózkodik valahol, ez remek választás. Mire figyeljen, ha gurulós táskát vásárol? Problémás lehet a nagyságuk. Némelyik táskának fémszerkezete van, ami hosszabb. Így nem fér be az autóba. Gyakran előfordul, hogy a vásárlók azt mondják, az én autómba ez nem fér be. Nincs is egyszerűbb, mint lemérni az autót, vagy kipróbálni a táskát itt nálunk az üzletben. Jöjjön el az autóval, és kipróbáljuk, melyik táska fér bele. Legelőször azonban azt gondolnám át, mi mindent fogok a táskában hordozni. A gurulós táskák, ha nem használjuk őket, több helyet foglalnak. A hordozható táskák egyszerűen összehajthatóak, és nem foglalnak nagy helyet. Ez lenne a táskák legegyszerűbb felosztása.